Feledi Péter ül itt, a televízió egykori nagy sztárja, riportere, műsorvezetője, az ablakból ismernek sokan, a politikai műsorokból, igen. Az ominózus, sose fogom elfelejteni, Antal pizsamás interjú, csak így mondjuk, de mindenről majd nem sokára beszélünk, de úgy fejemben volt Monspant Saroltának lett volna a születésnapja november 17-én talán? 18-án. És egy díjat is létrehozott a Magyar Tájékozódási Futószövetség, első alkalommal adták át a nevét viselő díjat. Ő a nemzet sportolója, tájfutó világbajnok volt, sokat beszélgettünk a halál előtt, és sokat fejemben vagy, hogy egyedül maradtál. Tudom, hogy van egy csomó unokád, meg két gyereked, de azért az más, mint amikor az ember elveszti a pályát. Párját, hogy vagy? Persze, és hát 7 darab unokám van, de ebből 4 az apjukkal, meg a menyemmel Brüsszelben él, úgyhogy ez nagyon ritka, hogy ezzel a családnak, ezzel az ágabogával találkozom. A másik az az első házasságom, amely fájdalomvállással végződött. Ott van 4 unokám, itt csak 3, bocsánat, keverem. Szóval a lényeg az, hogy 7 unokám van, azért erre büszke vagyok. Lehetsz is büszke, az már nem annyira jó, hogy külföldön vannak és keveset tudtok találkozni, hát ez pláne a pandémia idején ez nagyon megviselt családokat, igen. Tudom. De hogy és így egyedül a sorsod, az életed, az hogy navigálod? De ez a legdrámaibb, hogy úgy mondjam, szóval, hogy ennyi év után, amikor az embernek a munkája is olyan, hogy társaságban csinálja a munkáját, mert hát egy műsorhoz sok ember kell együtt dolgozni, sok embernek kell együtt dolgozni, és én most egyedül vagyok, és nincs este kit megpuszilni, megölelni. Reggel fölkelek, körbenézek, sehol senki. És ezt megszokni, ez a legnehezebb, ez a idézőjelben mondom, legdrámaibb, és hát ugye én pár hónap múlva 80 éves leszek, úgyhogy már, hogy mondjam, se sanszom, se szándékom sincs, hogy úgy mondjam, ezt radikálisan megváltoztatni. De dolgozni tudnál még, nem? Hát nem tudom. Szóval azért ez az életkor, ez a demencia, ha ismered ezt a terminus technikus. Igen, én magamon még nem érzem, de hallottam róla. Igen, ez rémes, ez rémes. De te magadon érzed? Én magamon érzem, igen. De ilyen a legpitibb dolgokon, hogy most mit tudom, én otthon leteszem valahova a szemüvegemet, és akkor 5 perc után elkezdem keresni. De hát ez egy ez piti dolog. Ez fiataloknak is eszébe jut, vagy ugyanez a hiányosság, igen. Megvan a fiataloknak is. De ezt is most 3-szor fölírtam, hogy milyen utca, hány szám, 3. emelet, kihez jövök, stb., hogy nehogy elfelejtsem. Hát mindegy, szóval. De ennek van egy egészen más aspektusa is. Most nemrég olvastam Márai-tól egy nagyon bölcs aforizmát, hogy eleget éltél már hasznosan, ideje, hogy élj haszontalanul. Ez jó, ezt nem is értem, de van türelmed olvasni? Nem mindig, és nagyon kiválogatom azokat a műveket, amelyeket most olvasgatok, és a demencia következtében régebbi opuszokat is előveszek, előkapok, mert arra emlékszem, hogy ez nagyon jó volt, és hogy ebben voltak zseniális mondatok, meg stb. Szóval ilyeneket igen, és dúl bennem a motivumok harca, hogy írni kéne. Szóval, hát lenne mit megírni, bőségesen. Igen. Mert amit te végigcsináltál az elmúlt évtizedek során, a televíziózás fénykorában voltál benne, politikailag, közéleti műsorokban, minden szempontból, tehát rengeteg élmény és tapasztalat van mögötted, de innen jut eszembe, ha mondjuk nem fog előfordulni, de ha felkérnélnek televíziózni, vállalnál még bármit is? Hát bármit semmiképpen. De mit például? Nem tudom, szóval egyáltalán nem foglalkoztat, hogy a gondolat sem, hogy hú, akkor most hát, ha fölkérnek, szóval... Nézel tévét? Hát nézek, nem nagy örömmel. Szóval annyira más, annyira szerintem minőségében
egyáltalán mint műsor, tehát mint látvány, amit hallani, látni kellene, az oly mértékben romlott és gagyisodik, hogy szóval nem szívesen nézek, de hát muszáj onnan is tájékozódni, meg nem esett ki az ember a világból. Na, ha már említettem mindjárt itt a bevezetőben ezt az ominózus Antal József interjút, akkor miniszterelnök volt már éppen, és pizsamában a kórházban, a Kútvölgyi Kórházban. Miért pont rád esett a választás, hogy ezt az interjút megcsináld vele? Hú, hát ennek hosszú a története. Hogy mondjam, a kezdeteknél kezdem, hogy úgy mondjam, az én édesanyám az Antal Jóska keresztelőjén már ott volt 1932-ben. Ez hogy lehetséges? Ez úgy lehetséges, hogy az Antal család is akkor Pestújhelyen élt, ami ma Budapest 15. kerülete, de akkor önálló községecske volt. A nagypapám pestújhelyi volt, tehát tudom, ez egy pici falu volt, hogy mindenkit ismer. Na, mindig, amikor mentem, vagy vittek gyerekkorom, azt hittem, hogy a világ térképéről megyünk hát már az, le. Villamossal hát mentünk akkor ki. És az édesanyám nővére az odament férjhez, pestújhelyi orvosához, Lővei József doktorhoz, aki egy aranyos, idős, hát illetve én már idős úrként ismertem meg, egy nagyon rokonszenves és közkedvelt férfiú volt ott, és a lényeg az, hogy ő is annak a szűk értelmiségi csapatnak volt a tagja, amelyik azért küzdött idézőjelben, hogy Pestújhely csatlakozzon Budapesthez. És az Antal papa is tagja volt ennek a csapatnak, és még volt 2-3 ilyen értelmiséginek nevezhető koncepciózus. Na, és az Antal családdal ők nagyon jóba voltak, és így anyám is jóba volt. Egyáltalán ezt hadd meséljem el, mert ezt soha nem felejtem el, hogy amikor aztán televíziós lettem, meg az Antal miniszterelnök lett, akkor az én édesanyám még nem volt a parlamentben, soha életében. És hát nem volt, elintéztem, hogy jöjjön be, majd én körbeviszem, stb. Stb. És a parlamentben mentünk föl a nagy szép lépcsőn, beértünk ebbe a nagy körcsarnokba, és ott jött az Antal József egy-két emberrel karöltve. És így ránk néz, azt mondja, Zsuzsi néni, ez volt az édesanyám. És elindult felé, megölelték, csókolóztak, idézőjelben egy kicsit, és akkor ment tovább az Antal. Szóval ilyen jellegű volt a kapcsolat, és a másik, hogy nekünk Balatonszabadi fürdőtelep, Ady Endre úton van egy nyaralónk, amit apám épített, illetve építetett. És az Antal család is ott örökölt egy nagyon szép régebbi villát, de ez viszonylag későn volt. Na most, amikor még azt a partrészt nem töltötték fel, úgy az, szóval ilyen a természetes part volt meg. Na most az a helyzet, hogy én megbuktam a jogi egyetemen, most nem tudom melyik tantárgyból, és tiszta erővel készültem az utóvizsgára lenn a parton, nyáron. Ami egy hülyeség volt, mert hát gyönyörű csajok mászkáltak le föl, meg szóval... Figyelem elterelő, hadművelet volt bőven. És egyszer csak megjelent az Antal Jóska lenn a parton. De tegeződtetek egyébként? Igen, igen. És megjelent, és ott megállt mellettem, és elkezdett, tulajdonképpen nem tudom, hogy miért és hogyan, de elkezdett mesélni, beszélni. De a történelemről, tehát az apja idézőjelbe kalandjai szárazon és vizen, ilyen politikai jellegű kalandjai persze, és ő meg ilyen történelem órát tartott ott nekem, hát ő ilyen 50-60 perce volt, hogy úgy mondjam, beállítva, én meg tátott szájjal hallgattam, mert rengeteg új tényt hallottam tőle, információt. Úgyhogy hát szóval mi elég rég ismertük egymást, de ez nem olyan ismerettség volt, hogy aztán Budapesten összejártunk. Hát én, hogy is van, ő 32-es, én 43-as vagyok, tehát 11 évvel, szóval diákja lehettem volna. És legközelebb, azt se felejtem el soha, és ez egy nagyon fontos Antal mondat volt, ami ezt a dolgot lezárta, hogy mikor már televíziós lettem, akkor az a zseniális ötletem támadt, amit persze nem vettek meg, hogy akkor nagyon sok vetélkedő volt, ilyen szakma, olyan szakma, stb. És nekem az volt az ötletem, hogy medikusokkal csináljunk egy vetélkedőt. Hát ott annyi feladatot lehetne adni, és az Antal akkor a orvostörténeti múzeumnak volt a főnöke.
És bejelentkeztem hozzá, és elbeszélgettünk, és mondtam, hogy alakul ez a vetélkedő, hogy úgy értve beszállna el, hogy az Orvostörténeti Múzeum is tudna példákat vagy feladatokat adni. Persze, persze. És akkor beszélgetünk, és a végén mondom neki, és hogy hát az is elképzelhető, hogy akkor téged is beültetnénk a zsűribe, vagy ilyesmi. Erre megállt, azt mondja, én ennek a rendszernek a televíziójába nem megyek be. Ez jó. És ez ilyen idézőjelben mondom, ilyen lórugásszerűen hallatszott kicsit, de hát tudvéve irattár, szóval. Visszatérjük még az interjúra a pizsamásra, de merted bírálni, ha bármivel nem értettél egyet, mondjuk az ő kormányzás alatt, mondjuk neki te ezt megmondhattad? De igen, mert szóval annyira részleteiben én nem ismertem azért az ő, szóval sok mindent tudtam róla, meg a nézeteit, meg szóval, de úgy nem emlékszem rá. Szóval lehet, hogy vitatkozgattunk, vagy ellent mondtam valamiben, de szóval olyanra nem emlékszem, hogy ő idézőjelben mondom legyőzött engem, vagy én legyőztem őt verbálisan, szóval. Nem. Azért ez a kórházi interjú gondolom benned is egy örök életre hát ez megmarad. Ez részben megrázó volt, igen. Részben nagyon-nagyon... Ja, a kórházi, a pizsamás, igen. Te ott meg tudod, az szóval az a lényeg, hogy pénteken, ugye vasárnap volt a pizsamás interjú, pénteken én vezettem az Ablak című kiváló műsort, amikor már nem csak a taxisok, egy csomó autós kim volt tüntetett, stb., de akkor még viszonylag kulturáltan. És a közszolgálati televíziózás az máig az ideám, és amit én, hogy úgy mondjam, csináltam televíziósként, ott mindig ez a közszolgálatiság, hogy mondjam, ez volt a vezér motivum, amit én meg akartam valósítani, és az Ablakot is úgy csináltuk, hogy behívtunk, most elnézést, mert itt szoktam durvában megfogalmazni, hogy minimum be kell hívni egy kommunistát, egy fasisztát egy műsorba, és akkor azok üssék egymást. Szóval hát mással ne, de szóval nyugodtan. És itt is behívtuk a Pető Ivánt, meg a Kónya Imrét, hogy hát itt van ez a helyzet, és még de volt MSZP-s politikus is, tudom, meg akkor még ők szóba álltak egymással, nem úgy, mint most, igen. És hát ez egy közszolgálati műsor így volt. Így kéne most is működnie. A teljesen, na hát szóval nem kell magyarázni. Ez nagyon érdekes. Figyelj, a Fidesz jeles képviselői nem állnak szóba a Klubrádióval, tehát szerintem Orbán Viktor 10 éve vagy 20 éve nem szólt hozzánk. Uh-huh. Megengedhetetlen közszolgálati funkciót töltünk el, és nem, de a Magyar Rádióban meg a mikrofonálványnak beszél. Uh-huh. Igen. Kérdés nélkül. Ja, Istenem. Na, szóval a lényeg az, hogy tudod, azt is most, hogy készültem egy kicsit erre a beszélgetésre, és ilyen régebbi dolgaimat is valahogy úgy előkerültek, és erre vagyok a legbüszkébb, hogy a nevet nem írtam föl, hogy ki mondta ezt nekem. És azt mondta, hogy de amit mondott, azt fölírtam, hogy veled az a baj, hogy rólad nem tudjuk, hogy hova tartozol. Hát emlékszel, nekünk ezt tanították régen az újságíró iskolában, hogy az újságíró maradjon független, hogy mit gondol, tartsa meg saját magának. Igen. És a felek vívják meg egymással a harcokat, pontosan. Igen, és én ezt mondom, az életem, erre vagyok a legbüszkébb talán bizonyos értelemben szakmailag, hogy ezt nem tudom, ki mondta, de biztos nem egy 16. senki, szóval valaki ezt mondta, hát mondom, ennél. Ahogy mondtad, a Konya Pető beszélgetést, azért ez a vita is megkavarta itt a közéletet annak idején. Hát az meg minket is, a rendező kollégám, szegény Litauszki Jancsi már meghalt. Szóval ott úgy elszabadult a pokol, hogy egyszerűen... De a nézőknél szabadult el. Persze. A pokol, nem a két vitatkozó fél között, nem. Igen, mert ez egy nyilvános vita volt. Nyilvános vita, de igen. Ez is egy sorozat volt, nem tudom, mi volt a sorozat címe, de jártuk az országot, ahol mindig egy kormánypárti, egy ellenzéki politikus fontos témákról, amihez igazán értettek, beszélgettek, de ez az országban nagyon sok településén volt, és hát ez így került sor a Kónya Petőre is. Ők hívták a vendégeket, azt tudom, a résztvevő felek hívhatták
Igen. Az MDF és az SZDSZ-es rajongók voltak ott. Na de most pont erre akartam kilukadni, mert ott persze akkor ugye hát a, hogy mondjam, jelentős szóbeli, vagy hogy mondjam, hallható többsége volt az MDF vonulatnak. És akkor mind, voltak ilyen kritikák, hogy, hogy persze, mert az MDF szervezte, és nem engedtek be. És akkor tudom, hogy egy-két nap után találkoztam a Pető Ivánnal a parlamentben, mert akkor ott sokat dolgozgattam, és mondom az Ivánnak, hogy de Iván, nektek is mondtuk, mert mindig mindenkinek mondjuk, hogy szervezzétek ti a közönségeteket, hát nem a mi dolgunk, hogy a ti szimpat, meg általában, hogy a vendég szimpatizáns köréből szervezzünk, az a vendég szervezze. És erre az Iván úgy emlékszem, hogy megállt, kinézett az ablakon, azt mondja, itt voltak a mieink is, de olyanok voltak, mint egy vonós négyes a B középen. És ez egy szellemes jó válasz volt, igen. De hát egyszerűen leüvöltötték őket, szóval tényleg több volt a izéja, és azok ilyen agresszívebbek, meg mit tudom én, szóval veled mindenki szóba állt annak idején a parlamentben? Tehát amikor, mint, hát nem parlamenti tudósító voltál, de onnan rengeteget dolgoztál. Igen. Tehát nem volt ilyen gond, hogy az egyik nem, szektorból a... Nem. Akkor ez egy békés időszak volt még. Hát egyrészt békés időszak, meg amit én említettem az előbb, hogy én próbáltam relatíve mindenkivel beszélő kapcsolatban maradni. Én nem ítélkeztem, vagy vitatkoztam persze, de jobb oldallal, bal oldallal is, de hát nem ez volt a fő feladatom, meg mit tudom, ott szerveztük a dolgokat, szóval nem, az annyira más korszak volt, és annyira, szóval érdekes volt. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen idézőjelben történelmi időtartamban benne lehettem relatíve a dolgok közepibe, mint figyelő vagy meg, szóval érdekes volt. Ja, Istenem. Na és ez a pizsamás, ez meg itt. Akkor miről beszélgettetek? Mert annyira régen volt, hogy biztos sokan nem is, az ominózus pizsamára igen, de a tartalmára nem biztos, hogy sokan emlékeznek. Akkor volt a taxis sztrájk, nem? Persze, és azt kellett a taxis blokkát. Lokális... Na várjál, tehát pénteken volt ez a bizonyos, amiről eddig beszéltem, amikor a Kónya és a Pető Iván vitatkozott, és akkor emlékszem, hogy szombaton is néztem a tévét, és most erre nem emlékszem, de nem tetszett, mert akkor az a Magyar Televízió, hogy mondjam, műsorkészítői, akik azokat a műsorokat csinálták, azokról eléggé kiderült, hogy hova húznak. És akkor ez nekem nem tetszett, és akkor én be is szóltam, hogy gyerekek, én kiszállok ebből a mostani közvetítésből, mert ez így nekem nem tetszik. De azonban viszont ellenben vasárnap dél körül Pálfi G. István, aki akkor a Híradó főszerkesztője volt, telefonált, hogy ráérek délután este fele. Mire? Hát, hogy úgy néz ki, hogy az Antal ad egy interjút. Hát mondom, szakítok rá időt. És akkor, hogy én ott lakom egész közel a Szilkálmán téren, és az Antal meg a Kútvölgyiben volt, azt mondja, maradj otthon, majd telefonálunk, és legyél ugrásra készen. Szóval semmi izzézőjelben koncepciót nem sugalt, vagy mondott. Hát. És akkor otthon steppeltem, és akkor egyszer jön a telefon már úgy este fele, hogy megy érted az autó, menj le, és akkor megérkeztünk a Kútvölgyibe, és ott mentünk föl a helyszínre, és úgy meglepődtem, egy csomó fehér köpenyes férfiú állt egy ilyen nagy előtérbe, és amikor úgy megnéztem az arcukat, akkor láttam, hogy ezek az Antalnak a testőrei voltak. Nem orvosi, csak fehér köpenye volt mindegyik. Na mindegy. Bementem akkor az Antalhoz, és ő hát pizsamában ott ült, és akkor beszélgettünk, hogy hát erről arról kéne majd beszélni. És akkor Eszter az Antal azt mondja, föláll, azt mondja, na jó, akkor kimegyek, átöltözöm. És akkor mondtam neki, hogy te ne haragudj, hát azért az ország nagyjából tudja, hogy 2-3 nappal ezelőtt egy súlyos műtéten estél át, és most 2 nap múlva talpig nyakkendőbe, öltönyben akarsz egy kórházban interjút adni. Hát ez nem életszerű. Nem életszerű, igen. Én ezt az ősi magyar szót akartam azt, hogy nem kompatibilis. Na és a lényeg az, hogy egy ideig hümmögött, és akkor kiment, hogy na jó, de akkor új pizsamát vesz föl. Mert hát ezen már 2 napig ott.
Tudta az Antal, hogy meg fog halni? Tudta. Ennek ellenére ezt végig csinálta. Igen. Szóval hihetetlen. Mert bennem mindig azon, vajon, ha nem vállalja el a miniszterelnökséget. Lehet, hogy tovább élt volna, mert ez egy iszonyatos nagy stressz volt, amiben ő beleszaladt. Hát nem tudom, hogy a pszichés körülmények azok az ő speciális betegségével milyen, hogy mondjam, kapcsolatban. Szerintem minden betegséggel hát kapcsolatban minden betegség, van csak pszichés. Van, aminél intenzívebben hat másra. Szóval nem tudom, de gyanít hogy igen, mert... Hogy picit meghosszabbodott volna az élete, de ha már pszichés és visszatérő... De bocsánat, ne haragudj, még egy kiegészítés, hogy megnéztem a filmet most, illetve azt a, tudod, az a Blokkád című filmet. Igen, én nem bírom megnézni. Pedig, szóval nagyon jó, nagyon érdekes, és isteni a két színész, aki a idős Antalt meg a fiatal Antalt játsza. És... Na látod, most beleszóltál, és az amnézia beütött az amnézia. Tehát a betegségről beszéltünk, hogy tudta, hogy meg fog halni. Nem, szóval... És tetszett a film neked? Várjál, csak tudom, hogy mit akartam mondani, hogy a filmben egy ilyen szépen a karbantartott szoba, nagyon szép ágyban fekszik az Antal, amit lehetett is szabályozni a filmben. Ellenben a valóságban egy kis, elnézést a terminológiáért, egy kis szírszar szobában feküdt, ahol hát kicsi volt, hát kisebb, mint ez a stúdió pedig, hát ezt nem látja a néző, nem de hát nagy, ez igen. Sem egy nagy dolog, és egy jócska kimustrált ágyba, gondolom. Egy vacak ágyban, és így tudom, hogy fönt volt egy televízió, és mondtam neki, hogy kapcsoljuk be, mert hát mit lehet tudni, hogy mi, és azt mondja, nem jó az a tévé. Ennyi járt a miniszterelnök. De megvan ennek is az oka. Ugyanis kiderült, hogy az ő édesapja ebben a szobában halt meg, nem tudom én hány évvel korábban. És ő kérte ezt a szobát. Ezt nem tudtam. Szóval fantasztikus. Na és akkor kiment, és tényleg visszajött egy gyönyörű szóval egy gyüretlen pizsamában, és ezen gondolkoztam, tudod, ezen annyit gondolkoztam ilyen élő riportoknak, pláne ilyen kielezettebb helyzetekben, hogy az elejét, az első kérdés irtó fontos. Mi volt az első kérdésed? Ezen gondolkoztam. Egy percünk van. Egy percünk? Igen. Ja. Az első kérdésem az volt, hogy hát miniszterelnök ritkán szokott pizsamában interjút adni. Ez teljesen normális kérdés, tehát muszáj volt tudomást venni, tehát nem lehetett úgy csinálni, mint persze. Ha öltönyben is. És kvázi ez nem is kérdés volt, csak igen. Egy megjegyzés. És ő azonnal vette a lapot, hát ezt tudtam. És mit mondott? Elmondta azt, amit te mondtál, hogy műtét után két nappal nem feltétlen. Igen, de nagyon tömören, és még az is érdekes volt, hogy azt megtudtam utólag, hogy mikor ő kiment a pizsama cserére, akkor ott hát lerohanták, hogy nem, szóval megoszlott a rajongói tábor idézőjelben, hogy jó-e az, ha pizsama, vagy öltözön át, és akkor győzött kint, de én bent vártam, szóval ezt csak később hallottam, hogy szóval pizsama, lehet pizsama. Ez jó volt. Egyébként úgy tudom, hogy ez a videó, ez fönt van, nem? Fönt van talán a YouTube-on, vagy hát, valahol nem tudom. Fölkerült emlékeim szerint, mert láttam utána talán. Igen. Nagyon szépen köszönöm Feledi Péternek, sajnos rövid volt a fél óránk. Hát elég. Ugye? De esetleg folytassuk, ha van kedved még mesélni a televíziózás legendás fénykoráról, történelméről. Köszönöm, hogy itt voltál. Jó, én is köszönöm. Minden jót neked is. Neked is.